Jó reggelt kívánok 2022. szeptember 6-án, kedden. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, jól tudni azt, hogy Te velünk vagy, akkor is, amikor nem érezzük, és még jobb érezni azt, amikor velünk vagy. Amikor megadod mindazt, amire szükségünk van, amikor betöltesz békességgel, amikor reménységgel tekinthetünk előre, és hálaadással vissza. Urunk, ha jónak látod, akkor most is a Te igéddel szólíts meg bennünket, add, hogy rád tudjunk figyelni, arra, hogy Te mit akarsz üzenni nekünk, add, hogy a különböző körülmények azok ne vonják el a figyelmünket. Köszönjük, hogy Szent Lelked által lehetséges nem csak kapcsolatban lenni veled, hanem ez lehet egy állandó kapcsolat. Kérünk, hogy most is Te növeld a mi hitünket. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszból olvasok fel, Mózes első könyve 25. részéből, a 21. verstől a rész végéig, a 34. verssel bezárulok. Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége. Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az Arám Betuel leányát, az Arám lábán húgát Paddan-Arámból. És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De fiai tusakodtak a méhében, akkor ezt mondta Rebeka, ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Az Úr pedig ezt mondta neki, két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Elérkezett szülésének a napja, s íme ikrek voltak a méhében. Világra jött az első, vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc, ezért Ézsaúnak nevezték el. Azután világra jött a testvére, kezével Ézsaú sarkába kapaszkodva, ezért őt Jákóbnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek megszülettek. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsaú a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákob ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad. Rebeka viszont Jákobot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan megjött a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edomnak. De Jákob azt felelte, add nekem érte azonnal az első szülöttségi jogodat. Ézsau ezt mondta, mindjárt éhen halok, mit számít nekem ez az első szülöttségi jog? Jákob azt felette, akkor esküdj meg nekem azonnal. Ézsau megesküdött neki, és eladta az első szülöttségi jogát Jákobnak. Jákob ekkor adott neki kenyeret és lencsefőzeléket. Ézsau evett, ivott, azután fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az első szülöttségi jogot. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, a tegnapi napon szó volt arról, hogy Izsák feleségül veszi Rebekát. A mai ige szakaszban az is benne van, azt se titkolja el a Biblia, hogy Ábrahám még egy feleséget szerez magának, akitől születnek gyermekei. De azt is leírja az az ige szakasz, hogy Ábrahám meghal 175 éves korában, betelve az élettel. Azt gondolom, ez lenne az egyik fontos célja az emberi életnek, azon kívül, hogy egyrészt megtér az ember, tudja, hogy örök élete van, átadja a vezetést Istennek, és az ő országát építi, az ő dicsőségére igyekszik mindent tenni, hogy továbbadja az evangéliumot. Ezt követően pedig, hogy be tudjon telni az élettel. Olyan sok mindennel próbáljuk megtölteni az életünket. Talán emlékszünk még arra a példázatra, amikor abba a befőttes üvegbe rakják először a köveket, kisebb, nagyobb köveket, kisebbeket, aztán a homokot, végül a vizet. Neked mivel van tele az életed? Az, amire itt utal a Szentírás, hogy Ábrahám
betelve az élettel halt meg, az azt jelenti, hogy megelégedéssel, elégedett módon. Mennyi az elég? Izsák és Rebeka tehát házasságot köt, de nincs gyermekük. Azt olvasjuk 40 éves Izsák, amikor megnősül. 60 éves, amikor majd születtek a gyermekei. 20 év házasság gyermek nélkül. Amikor Izsák észreveszi, hogy bizonyos tekintetben úgy tűnik örökletes a dolog, hiszen Sára is élemedett korú már akkor, amikor Izsák születik, akkor elkezd könyörögni a feleségéért. Kedves testvérem, tudsz-e könyörögni a házastársadért, vagy azért, akit rád bízott az Isten? Vagy esetleg van olyan ismerősöd, olyan házaspár, akik szeretnének gyermeket, de nem lehet. Hát könyörögj értük. Hordozzuk közösen imádságban azokat, akik szeretnének gyermeket. Akik pedig még kisebbek, nyugodtan könyöröghetnek a szüleikért, az idősebbek pedig a gyermekeikért és unokáikért. Könyörögj azért, akit rád bízott az Isten. Azt olvassuk, hogy Isten pedig engedett Izsák könyörgésének. Engedett. Amikor Istenhez kiáltunk, amikor őtőle kérünk, amikor imádkozunk, akkor ő nem köteles teljesíteni a kérésünket. De nem fölösleges egyetlen egy imádság sem. Isten engedett Izsák könyörgésének, és valóban Rebeka teherbe esik, áldott állapotba kerül. Azonban azt is olvassuk, hogy hirtelen ez az öröm ürömmé válik. Fiai tusakodtak a méhében. Milyen érdekes, hogy amiért könyörög az ember és megkapja, az nem biztos, hogy azt az örömöt fogja okozni, mint amire számítunk. Isten valahogy úgy is megad dolgokat, hogy mi kérjük, bár nem biztos, hogy minden tekintetben a javunkra, a hasznunkra van. Ő arra tudja fordítani. Olyan szintre jut Rebeka, hogy felteszi azt a kérdést, hogy miért élek? Minek is élek? Minden ember eljut ide, előbb vagy utóbb, többször vagy ritkábban, de előbb-utóbb mindenki felteszi ezt a kérdést, különösen is ifjúkorban, kamaszkorban, minek élek? Mi az életemnek az értelme? A legjobb helyre megy Rebeka ezt a kérdést feltenni. Nem az interneten kutakodik, nem a különböző barátokat, rokonokat kérdezi meg, hanem Istent kérdezi meg. Így olvassuk, elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Neked is ezt kell tenned. Ha tudni akarod, minek élsz, kérdezd meg az Urat, és ő fog válaszolni. Legegyszerűbben a Szentírásban, de lehet, hogy egy keresztjén ének szövegén keresztül, lehet, hogy egy idősebb, megtért hívő testvér az, aki ebben segítséget tud nyújtani. Kérdezd meg Istent. És válaszol Isten, és elmondja, hogy két nép van a te méhedbe. Iker terhesség. Talán ismerjük a viccet, hogy mi a különbség a víz és az ikrek között. A víz H2O, az ikrek pedig OH2. Félretéve a viccet, valóban talán meglepetés, hogy Rebeka ikreket vár, és lám Isten, hogy meghallgatja a könyörgést, hogy nem is egy gyermeket ad Izsáknak elsőre, hanem rögtön kettőt. Ugyanakkor az egyik, aki megszületik először, Ézsau, bozontos, szőrös, ezért kapja ezt a nevet. Aztán jön Jákob, aki belekapaszkodik Ézsau sarkába. A kis csaló, a kis kapaszkodó, jön is kapaszkodni, illetve sarok, ez a héberben nagyon hasonló szó. Ezért kapják ezt a nevet. Amikor felnőnek, túl sokat nem tudunk a neveltetésükről. Valószínű, ugyanúgy nevelik mindkettejüket. Egy dolgot tudunk, hogy a két szülő az egyik gyereket jobban szereti, mint a másikat. És ha ezt leírja a Szentírás, akkor ezt nem ok nélkül teszi. Elég baj az, hogyha a szülő jobban szereti az egyik gyermekét a másiknál. Ahogy ez kiderül, hogy Izsák jobban szerette Ézsaut, Rebeka pedig jobban szerette Jákobot. Bizonyára nem először fordul elő az, hogy Ézsau éhesen jön haza a mezőről, Jákob pedig enni ad neki. Egyszer aztán betelik a pohár. Mert hát a testvérek
ha jó testvérek szeretik egymást és adnak csak úgy is. Nem egymás ellen vannak, hanem sokkal inkább egymásért. A testvér áldás forrása lehet, ha nem utasítja el az áldást, pedig itt ez történik. Valójában nem is az első szülöttségi jog a legfontosabb, amit elad egy tál lencséért Ézsau. Nem azok az anyagi lehetőségek és javak, amik ezzel járnak, hanem az áldást taszítja el magától. Úgy gondolja, hogy nekem erre úgyse lesz szükségem. Sok ember így van ezzel. A mai napon ne utasítsd el Isten áldását, hanem inkább kérd és keresd azt, mert Jézus Krisztus által mindannyian örökölhetjük az áldást, csak kérni kell. Ezért ma könyörögj a házastársadért, hogy valakiért, aki szeretne gyermeket, hogyha az a fő kérdés, hogy minek is élek, akkor vidd Isten elé imádságban őt kérdezd, és ne utasítsd el az ő áldását. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked az életet, hogy mi is életet kaptunk. Köszönjük, hogy haladhatunk a megelégedés felé, hogy azt mondhassuk, beteljesült életünk van. Lehet, hogy nem mindenben kiteljesült, de beteljesült. Urunk, te tudod megtölteni azokkal a javakkal, amelyek valóban örök életre szólnak. Kérünk, tégy így. Téged kérdezünk, Urunk, minek érünk? Mi a terved velünk, miért vagyunk ezen a világon? És jó tudni azt, hogy te szeretetből teremtettél bennünket, és szeretnéd a mi életünket betölteni. Urunk, hadd imádkozzunk azokért, akik szeretnének gyermeket. Te áld meg az ő vágyukat, te add meg szívük kérését, hogyha ezt valóban tőled kérik. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik már gyermeket várnak. Te áld meg az áldott állapotban lévőket, hogy tudják hordozni a terheket. Imádkozunk, Urunk, a megszületett életekért, te tartsd meg őket, te vigyázd őket, kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Kérünk, Istenünk, a te áldásod legyen velünk ezen a mai napon is. Köszönjük Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!